Én sok szeretettel köszöntöm a Fekete István Szabad Egyetem két előadóját, dr. Apáth Istvánt, a Mi Hazánk Országgyűlési Képviselőjét, a párt alelnökét, és Varga István pénzügyi szakértőt. Igazából a elmúlt másfél évvel kezdenénk, hogy ez a koronavírus járvány mennyire tette tönkre a gazdaságunkat, hova jutottunk el. Tavaly márciusban kezdődött ugye ez alatt a bő egy év alatt. Mit okozott ez a magyar gazdaságnak, és ezt hogyan érzik, vagy hogyan fogják érezni, mert valószínűleg még nem biztos, hogy érzik ugye itt a moratóriumok miatt, de milyen hatással lesz ez a családokra? Mindenek előtt nagyon szépen köszönöm a meghívást. Úgy gondolom, hogy ezen a szép zöld környezetben a gondolatainkat is hasonlóan zölden kell kezelnünk, úgyhogy kevesebb bajról, sokkal több lehetőségről kell itt egymás között szót váltanunk. Ez a másfél év, ami mögöttünk van, ez valóban lefékezte, leállította, demográfiailag ugye tönkretette a nemzetet, hát sajnálatosan 30 ezer halottunkról ugye meg kell emlékeznünk, szinte nap mint nap egy rövid imával, de hát nagyon sokan, most éppen 140 ezeren kértek letelepedési engedélyt Londonban. Tehát nagyon sokan hagyták el az országot. Azaz ez a másfél év a leépülés időszaka volt. Azonban én szeretném ennek, már bocsánat, hogy így fogalmazok, a pozitívumait is észrevenni. Igen, vannak pozitívumok. Nevezetesen kezdjük komolyabban venni magunkat. Kezdjük felismerni, hogy nem idegenekért kell dolgoznunk, hanem magunkért. És ezt nem csak mi látjuk, hanem már Európa többi része is. Tehát azok, akik a rendszerváltás előtt, majd azt követően eladósítottak minket és tönkretettek, azok maguk is eladósodtak az elmúlt hónapokban, másfél-két évben, és most már az adósságot nem olyan komolyan veszik, vagy kérik számon, mint eddig. A pénzviszonyokban jelentős és pozitív változás következett be, erről majd későbbiekben még beszélek. Köszönöm szépen én is a megtisztelő meghívást, és sok szeretettel köszöntök minden érdeklődőt. Köszönöm szépen, hogy ilyen szép számmal kifáradtak a mai rendezvényünkre. Nos, engedjétek meg nekem, hogy egy személyes gondolattal kezdjem ennek a kérdésnek a megválaszolását, amely egyébként egybeesik, vagy nagyon közel áll pártunk álláspontjához is. Világháborút helyettesítő világjárvány után vagyunk, ha vagyunk, de nem tudhatjuk, hogy esetleg egy negyedik, ötödik vagy sokadik hullám ősszel, télen vagy a 2022-es esztendőben nem fogja felütni a fejét. Ez egy nagy bizonytalansági tényező. Tehát óvatosan kezelném azokat a kijelentéseket, hogy biztosan túl vagyunk mindenen. Az elmúlt majd másfél év pontosan arra tanított meg minket, hogy nagyon sokáig fokozott készültségbe vagy készenlétbe kell lennünk, maradnunk a hosszú távú megmaradás és túlélés, akár az egyéni, akár a közösségi szintű túlélés érdekében. És hát valóban a különböző viszonyok újrarendezése történik, egy új világrend kialakulása van folyamatban. Én magam jogász ember vagyok, jogász végzettségű, de van egyfajta józan paraszt rálátásom, vagy meglátásom. Szilárd meggyőződésem, hogy ami történik, az többek között azért is történik, vagy történhetett, és lehet, hogy még fog is történni a közeljövőben. Mert nyilvánvalóan mindent akkor kell megpróbálni, megvásárolni, felvásárolni, amikor tömeges csődök mennek végbe, tömegesen csődölnek be vállalkozások, amikor padlóra kerülnek vállalkozások, vállalkozások értékei, vállalkozások vagyona. Értelemszerűen ezt a régi trükköt ezúttal is alkalmazhatják. Nem akkor kell felvásárolni, amikor csúcson van az ár vagy az árfolyam, hanem akkor, amikor ez padlóra kerül. Arról már nem is beszélve, hogy az elmúlt 30 év sajnos atomjaira szedte a legtöbb közösséget itt Magyarországon belül is, és erre sajnos rásegített jelentős mértékben. A bezártság vagy az összezártság ellenére is az elmúlt majd másfél esztendő. Én feldobnék itt rögtön egy fontos kérdést a
valóban most szabadabban vagy lazábban, a korábbihoz képest mindenképpen jóval lazábban kezelt államadósság kérdése, amelyet sokszor nagyon nehéz az átlag emberhez, a választópolgárokhoz közel hozni, mert úgy gondolják, úgy érzik, hogy ez nem befolyásolja, nem érinti annyira mindennapjaikat. Hát ki kell ábrándítanom mindenkit, nagyon is húsba vágó, vagy pénztárcába vágó kérdés ez, és azért is fontos ezzel foglalkozni, mert szeretném jelezni, hogy a Mi Hazánk mozgalom nem csak emlékezetpolitikával, a Trianon kérdéssel, vagy egyéb más fontos szimbolikus kérdésekkel, hanem az emberek, a magyar emberek és a magyar családok, a magyar vállalkozások, munkavállalók mindennapjaival is foglalkozik. Éppen ezért nagyon lényeges az, hogy a vállalkozások, a vállalkozásoknál dolgozó munkavállalók, a családok, az egyének hogyan fogják túlélni, főleg akár a hitelmoratórium, az árverési és a kilakoltatási moratórium végét követően ezt az időszakot, hiszen az az államadóság, amely 70-72% körül mozgott a világháborút helyettesítő világjárvány kirobbanása előtt, az most 85% körül mozog, GDP arányosan értem ezt, és talán jövőre próbálják ezt 80%-ra csökkenteni, de szinte kizártnak tartom, hogy választási évben, amely élethalálharc lesz a választáson résztvevő pártok számára, ezt a 85-80% való csökkentést komolyan lehet venni. De ezt én téma felvetésnek szánom, és annak a meglepegtetésének, hogy ami történik az egyének, a vállalkozások, a családok szintjén eladósodás és eladósítás vonatkozásában, ugyanaz történik nagyban az államok szintjén is, de át is adnám a szót és a gondolatok továbbfűzését egy tőlem sokkal okosabb, és ebben a kérdésben sokkal jártasabb szakembernek. Köszönöm, az utóbbit most felejtsük el. Ami pedig előtte elhangzott, többé-kevésbé egyet tudok érteni, azonban néhány olyan ismerettel érdemes kiegészíteni, ami meghatározta eddig a sorsunkat, és meghatározza a jövőben is. Az első az, hogy a rendszerváltást az ország eladósításával kényszerítették ki. Fekete János az államadósságot külföldről mindig abba a devizába tette át, amelyik a legjobb mértékben, a legnagyobb mértékben felértékelődött. Így a 20 milliárd dolláros adósságunk az kizárólag az árfolyam különbözetekből képződött, mint egy 500 milliárd dollár volt az, amit a nemzet saját magára költött a külföldről felvett pénzekből. Ezt a trükköt, hogy az árfolyamokkal növeljük az adósságot, ezt megismételte a rendszer a 2004-es unióba való belépésünk után, hiszen 2004 és 2009 között a lakosságot, a vállalkozásokat és az önkormányzatokat adósították el a bankok svájci frankban, mert tudva levő volt, hogy az lesz a leginkább felértékelődő deviza akkor már készülődő, sőt be is következett válságban. 2007. augusztusában jelentették be a válságot úgy világszinten, és nálunk pedig azért adták svájci frankban a kölcsönöket, mert az fog a jövőben majd leginkább drágulni. Ez az alapdilema, ez 1,4 millió szerződést érint még a mai napig is, amit most a hitelmoratórium egy kicsit takaréklángra tett, de ha ez megszűnik, óriási problémák elé nézünk. Erre most nem akarok részletekben kitérni, de hogyha van esetleg majd idő rá, visszatérek, hogy mi lesz és mit lehetne tenni. Minden esetre az is valószínű, hogy a választások előtt nem veszik majd ezt elő, tehát a hitelmoratóriumot át fogják menteni jövő évre, illetőleg a választás utáni időszakra. Ami pedig a eladósításunkat és az eladósodásunkat illeti, amikor a rendszerváltásnál a 20 milliárdot elértük, és azt mondtuk, hogy ez tarthatatlan, akkor a betelepülő nemzetközi tőke pár év alatt 60 milliárd dollár fölé vitte az adósságunkat, tehát meg háromszorozta, és akkor már úgy tűnt, hogy ez egyáltalán nem sok.
persze, hogy nem sok, mert az ő szolgálatukban már ez eszköz volt megint, amit nem volt szabad bántani. Ezt követően azonban az adósságunk nem csökkent, egy kicsit lelassult, majd ismét nő, amikor az országnak az úgynevezett nemzeti össztermék, a GDP-je 160 milliárd dollár körül van, és ennek mintegy 80-valahány százalék az adósság, akkor tessék elképzelni, hogy ma hol tartunk, milyen szinten. Igen ám. De vannak pozitív momentumok is, és erről nem szoktak hallani önök, ezért inkább megengedik, most erre térek rá. Ugyanis a jövő évi költségvetésben az adósságszolgálat mintegy 1400 milliárd forint, és ebből mindössze 140 milliárd az, amit a külföldre devizában kell fizetnünk. Azaz forintban merül föl az adósság nagy része. És, ami nagyon fontos, a válság, már most a fertőzésből eredő válságra gondolok, tehát a fertőzés előtt időszakban a nemzeti bankokat tiltották, hogy a saját államokat finanszírozzák. Na, mert így a kiszolgáltatottság megvan, hogyha idegen pénzzel kényszerül az államháztartás. Viszont az elmúlt évben ez a korlát megszűnt, úgyhogy a Nemzeti Bank államkötvényeket tudott lejegyezni, és mintegy 3500 milliárd forintot vitt be az államháztartás gazdálkodásába, ami azt jelenti, hogy az 1400 milliárd forintos adósságszolgálati teherrel szemben látjuk, hogy bőven jött többletforrás. Ebből a következően, ha ez a korlát nem kell jön vissza, azaz a Nemzeti Bank továbbra is finanszírozhatja az államháztartást, akkor az államadósság az elkövetkezendő egy-két évben nem okoz gondot a gazdasági döntések terén. Tehát én most önöknek azt ajánlom, hogy amikor próbálnak képet alkotni a jövőről, ne az adósság oldalról, inkább a cselekvési lehetőség oldaláról közelítsék meg a témát. Most az elhangzottak azért is fontosak, hogy még egyet tovább fűzzem ezt a gondolatsort, mert ha túl nagy a külső államadóság, a külső kitettség, akkor sokkal könnyebb az én józan paraszt logikám szerint, sokkal könnyebb spekulációs jellegű, akár politikailag motivált, vagy politikai indokokból kiinduló támadást indítani, különösen egy választások előtti időszakban az ország ellen. Tehát sokkal jobb, biztonságosabb, lényegesen biztonságosabb az bármelyik államnak, így természetesen a magyar államnak is, hogyha befelé adósodik el, tehát a saját polgárainak tartozik, mint hogyha külföldről, külföldi szervezetektől, főleg az IMF-től venne fel hiteleket. Azzal együtt, hogy amikor itt a jelenlegi, nevezzük úgy jobbközép kormány, vagy magát jobbközépnek nevező kormány, ugye még sok évvel ezelőtt arról beszélt, hogy az IMF-et hazazavarták és elküldték, akkor az én ismereteim szerint nem folytatták pontosan ezt a mondatot, mert itt a mondat végén nem pont van, hanem a szavak között vesző, igen ám dollár alapú hitelekkel vagy kölcsönökkel váltották ki az IMF hiteleket. És csak egy zárójeles megjegyzést engedjenek nekem, mert itt nagyon sok tisztességes, jobboldali szavazó, tisztességes magyar ember kerül ismét megtévesztésre, méghozzá csúnyán rászadik őket. Jól emlékszem, hogy 9 évvel ezelőtt egy interpellációt mondtam a parlamentben, amelyet az akkori, a mostaninál durvább kétharmados többség leszavazott, amely az IMF kiváltságairól szólt, amely egy 1980-as évekből itt maradt avit intézmény, és ezt kérem szépen a diplomácia világában közismert és ott természetes mentességeket, kedvezményeket biztosít a Nemzetközi Valuta Alapnak, és ezt az 1980-as évek első felében megalkotott törvényerejű rendeletet, illetve törvényi szintű szabályozást a mai napig nem helyezték hatályon kívül. Tehát az IMF általi veszélyeztetettségünk, vagy az IMF által jelentett veszély a mai napig nem szűnt meg, hiszen ezt a kormány nem tartotta fontosnak. Itt teljes adó, illeték, vámmentességek szerepelnek, gyakorlatilag mentes a magyar bíróságok eljárása alól, az IMF valamennyi eljárása, intézménye, és gyakorlatilag egy kiemelt nagykövetségi kedvezményeket élvez ez
a pénzügyi szervezet, amelyet egy hősiesen megvívott, de inkább álságosan kivitelezett szabadságharc keretében a mai napig nem szüntettek meg. Nyilvánvalóan könnyebb háromdanos szájkarata mesterként bárkivel vagy bármivel háborúzni, mint ténylegesen a tettek mezeire lépni. Azonban egyetértek azzal, hogy minden kárban vagy a legnehezebb körülmények között is, minden kárban van valami haszon, és a legnehezebb körülmények közepette is meg kell látnunk a lehetőségeket, az újra kezdés és az újraindulás lehetőségeit, és ez nem csak az új világrend kialakítása szempontjából érdekes, amely a legkevésbé fogja a mi érdekeinket szolgálni, hanem megjelennek olyan új források, jelesül akár egy 5800 milliárd forintnyi forrás a következő 5 évre kivetítve, amelyet, hogyha nem a korrupció feneketlen kutyában tüntetnek el, hanem céljának megfelelően, rendeltetőségnek megfelelően használnak fel, akkor bizony a magyarság megmaradásának és újrakezdésének nem egyedüli, de egy fontos alappillére vagy bázisforrása lehet, ha úgy tetszik. Fontosnak tartanám, hogy erről esetleg néhány szót ejtsünk még, mert ezt sokan nem tudják. Igen, elhangzott egy nagy szám, 5800 milliárd forint, ezt úgy kell érteni, hogy ebből 2500 milliárd támogatás, és a többi pedig kamatmentes hitel, amit a miniszterelnökünk visszautasított, hogy esetleg nem is akarjuk majd felvenni. Ez maradjunk annyiban, hogy mostan itt jelenlévők is, a mi szempontunkból is, ezek a nagy számok nem annyira fontosak. Úgy kell felfogni, hogy van pénz. Van pénz, mégpedig nem bankhitel a bankok különböző érdekeinek az érvényesítésére, hanem olyan érdekek célja, vagy olyan célokra, amelyek, és most nagyon szeretném hangsúlyozni, a mi hazánk mozgalmával teljes egészében összhangban vannak. Nem összhangban hozhatók, összhangban vannak. Miért? Azért, mert ez a fertőzés, mint a globalizáció egyik sorscsapása van bent a politikusok tudatában is, és ez valóban ébresztette őket, hogy a globalizációval szemben a lokalizációnak is már végre teret kell adni. A mi hazánk az a mi hazánk. A mi hazánk építése, megőrzése, kultúránk fejlesztése csak is rajtunk múlik, a mi munkánkon múlik. Az elmúlt 30 évben, 90-től folyamatosan azt hallottuk, jöjjön a külföldi tőke, dolgozzunk nekik, majd ő jól megfizet minket. Az a szerény bér, ami Európában is a legszerényebbek közé tartozik, az maradt a miénk, a termelés eredményét és hasznát viszont elvitték az országból. Most arra van pénz, hogy saját magunk javára dolgozzunk. Ez azt jelenti, hogy azokat a területeket, amelyek az elmúlt időszakban elhanyagoltak, vagy éppen pénztelenség hatására lepusztultak, azokat most elkezdhetjük revitalizálni, felemelni. Az Európai Unió olyan célokat fogalmazott meg, amely a magyar kormány mintegy 9 pontban olyan válaszokat adott, amelyek teljes egészében összeegyeztethetők a nemzeti célokat szolgáló politikával, és azaz a helyi tevékenységnek a kifejtése céljára a Mi Hazánk mozgalommal. Mi a mozgalom? A mozgalom fogalmilag egy többé-kevésbé szervezett tevékenységet jelent. Ha a mozgalom szót avval a kicsit megerősítjük, hogy többé-kevésbé helyett fokozottan szervezett tevékenység, akkor az a kérdés, hogy milyen tevékenységet szervezünk. Lehet kritizálni, lehet a korrupcióval szemben fellépni hangosan demonstrációkkal, de lehet a helyi közösséget megszervezni az értelmes közös munkára és a lepusztult állapotok helyreállítására. Én ez utóbbire szeretném a figyelmet felhívni, azaz pályázni lehet,
mégpedig olyan tevékenységekre, amiről egy-két címszót szólok, hogyha esetleg közben van kérdés, akkor most inkább arra térjünk rá, és akkor majd visszatérünk arra, hogy konkrétan mire lehet pénzt kapni és miért. Igen, bennem felmerült egy kérdés, ugye szó volt a devizahitelesekről, illetve a moratóriumról. Ez a moratórium most nem csak a devizahiteleseket érinti, rengetegen éltek ezzel a moratóriummal. Én már hallottam olyan spekulációt, mondjuk így, hogy alig várják a nagyobb befektetők a moratórium végét, amit most ugye említettétek is, hogy valószínűleg kitolnak egészen a választásokig. Alig várják, mert rengetegen fognak bedőlni. Tehát rengeteg család lesz fizetésképtelen, akkor fognak szembesülni azzal, hogy valóban kitolódott, és ami most megszoktunk, hogy mennyivel kevesebbet kell fizetni mondjuk a hiteltörlesztésbe, az egyszer csak a nyakukba szakad, és rengeteg, mondjuk csak nézzük a lakásra felvett hiteleket, vagy építkezésre felvett hiteleket, illetve a másik ilyen, amit szintén hallottam, ilyen ingatlan spekulások köréből, hogy a csok, amikor eljön és a visszafizetés, akkor lesz a másik ilyen nagy ingatlan felvásárlási lehetőség olcsón. Erre mennyi reális esélyt láttok? Talán kezdem. Jelen állás szerint a hitelmoratórium ugye augusztus 31-ig tart, viszont az árverési és a kilakoltatási moratórium az elvileg a veszélyhelyzet végéig, jelen tudásuk szerint szeptember közepéig, szeptember 15-ig tarthat, ha csak esetleg korábban meg nem szüntetik. Hogyha a politika belső logikáit követjük, akkor jó esély van arra, hogy még egy szeptembertől számítva egy 8-9 hónapig talán védettebb helyzetbe kerülhetnek árverési és kilakoltatási szempontból a már legnehezebb helyzetben, vagy a legnehezebb helyzet közvetlen közelében lévők. Viszont a választások után, függetlenül annak végeredményétől, biztos vagyok benne, hogy az emberek nyakába zúdul csőstől ez a rengeteg nehézség, és nagyon komoly összértékű ingatlan vagyon kerülhet akár közvetlenül a bankok, vagy válhat a bankok martalékává, vagy kerül majd különböző faktorcégekhez, amelyek elképesztően jó üzletet tudnak ebből faragni, vagy csinálni. Hogy aztán ennek milyenek lehetnek az össztársadalmi következményei, az nehezen megjósolható, ugyanis azt tapasztaltam, hogy bár a probléma több százezer, vagy talán milliónyi magyar családot érint a mai napig, de amikor a korábbi években arra buzdítottuk az embereket, hogy lépjünk a tettek mezejére, és mutassunk egy olyan kritikus tömeget, amely meghátrálással kényszeríti a bankár bűnözőket, és a törvényesített uzsora bűnözéstek, mert valljuk be őszintén, ez helyenként még attól is durvább, mint amit a klasszikus vidéki, akár többségi, akár kisebbségi közösséghez tartozó klasszikus uzsora bűnöző művel, csak éppen milliós öltönyökben járnak azok az elkövetők, akik esetleg vidéken lazább vagy sportosabb öltözékben vagy ruházatban űzik ezt a nagyon durva bűnözési formát. Tehát a törvényesített uzsora bűnözést is csak erővel lehet vagy lehetne megállítani. Az elmúlt egy évtizedben nem sikerült elérni azt a kritikus tömeget, sőt, legyünk önkritikusak, még meg sem sikerült közelíteni azt a kritikus tömeget, amely már minimum elgondolkodásra, jobb esetben meghátrálásra bírná ezt az uzsora bűnözői kört. Az pedig egészen arcpirító, hogy a környező országokban mindenhol sokkal jobb a deviza alapú hitelek adósainak a helyzete. Egyedül Magyarországon nem akarja ezt megoldani az a kormányzat, amely, hogyha egy 12 éves kivetítést, tehát megfeltételezzük, hogy végigviszi a Fidesz a ciklust, valószínűleg végigviszi, akkor azt mondhatjuk, hogy a 2010 és 22 közötti 12 esztendőből 9 évet, tehát 12 év 3/4-ét kétharmados kormányzással töltötték. Minden létező felhatalmazásuk meg lett volna ahhoz, hogy ezt is megoldják, de hogy nem voltak képesek rendbe tenni az egészségügy helyzetét, pontosan az elmúlt szűk másfél év mutatta ezt meg, ahogy nem voltak képesek nemzeti alapra, hazafias alapra helyezni az oktatást, ahogy nem voltak képesek a liberál nácikkal szemben eredményesen fellépni a kultúra és a művészetek terén, úgy nem voltak képesek, nem akartak, mert az akarat hiányzik. Nem akartak, nem állt érdekükben, nem állhatott érdekükben igazából hatékonyan fellépni a deviza
alapú hitelek adósainak, a törvényesített uzsorabűnözés áldozatainak, sértetjeinek megvédése érdekében. Én tartok attól, anélkül, hogy forradalmi hangulatot akarnék szítani, hogy ugyanúgy, mint bizonyos jól körülírható sajátosságokkal rendelkező közösségekhez tartozó személyek, úgy ez az intellektuális bűnözői kör is csak az erőből, a tömegből fog érteni, és amíg túl szépen, túl finoman, túl lágyan beszélünk velük, addig, bocsánat a kifejezésért, vagy hülyének, vagy gyávának néznek majd mindannyiunkat, ugyanis én nem hiszek abban, hogy a jelenlegi kormányzat majd a hátralévő 9-10 hónapban megvilágosodik, és képes lesz azt végigvinni, amit 11 évig elmulasztott végigvinni. Úgyhogy én egy nagyon borongós jövőképet látok. Amennyire lazult a helyzet az államadósság szintjén, és talán az államcsőd az most kicsit távolinak tűnik, vagy nincs közvetlen, nem áll fenn a közvetlen veszélye, és talán egy forintelleni spekulációs támadásnak is kisebb az esélye, el ne kiabáljuk. Annyira nagy veszélyben vannak a családok és a sok százezer egyre reménytelenebb helyzetben lévő ingatlan tulajdonos. Hogy ezt a témát röviden ne lezárjuk, csak folytassuk, azt szeretném javasolni, hogy ezt az időt, ezt a moratóriumot használjuk ki arra, hogy egyrészről készítünk egy nagyon komoly, egyértelmű dokumentációt arról, hogy miért volt ez csalás. Nagyon nagy az irodalma, tehát bőségesen lehet jó szakmai érveket találni, de nem mindegy az, hogy az hogy van megszerkesztve. Tehát ezt a csalást be kell tudnunk nagyon világosan, egyértelműen mutatni, mégpedig azért, mert a politika a kúriának a megítélése mögé bújt, ugyanakkor a kúria pedig valójában a miniszterelnök az IBRD-vel kötött megállapodását hajtotta végre. Az IBRD az a bank, amelyiket a rendszerváltás idején Jacques Attali, egy francia közgazdász javaslatára azért hoztak létre, hogy az itteni berendezkedést, nyugat berendezkedése a volt szocialista országokban ezen keresztül finanszírozott legyen. Nos, ennek a banknak ígérte meg a miniszterelnökünk, hogy nem fogja tovább terhelni a bankokat azzal, hogy ezt az árfolyam kérdést piszkálja. Ezt pedig a kúria ugye egy jogi úgymond mellébeszéléssel védte meg. Igen ám, de most van egy új elnöke a kúriának. Dr. Varga Zs. András, egy marosvásárhelyi születésű, relatíve fiatal ember, aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen egyébként hitoktatói képesítéssel is rendelkezik. Kérem szépen, ezen az emberen számon kérhetjük a hitét, a tisztességét, azt pedig szakmai anyaggal tudjuk alátámasztani. Ez néhány hónapunk rendelkezésre meg kell csinálnom. Miért? Rövid leszek. A svájci frank a kölcsönzés előtti 20 évben évente átlag 8,2%-kal drágult. Mindenki tudta, a bankok is, hogy ez a tendencia nem csökken, hanem növekszik, mert a válság idején a felértékelődése nagyobb lesz. Mindenki tudta, hogy az árfolyam változással az adósság, mint tőke nő meg forintban, úgy, mint a kamatos kamattal, hiszen mindig az előző évre halmozottan jött rá a 8,2%-os drágulás, miközben az az előny, amit mondtak a kamatnál, hogy a forint kamat és a svájci frank kamat között különbség van, az elnézést a szóért, egy lineáris változás. Tehát az adósságnövekedés hatványozott, a kamatkülönbség pedig lineáris. Ezt mindenki bank a számtan elemi szintjén tudta, és a kúria letagadja ezt a tudást. Tehát Magyarország olyan mértékben áll szemben az elemi tudással, amit csak az olyan politika engedhet magának, amelyik kétharmados többséggel rendelkezik. Tehát ezt számon kell kérni a politikán, számon kell kérni a kúrián jó szakmai anyaggal. Ami pedig a konkrétumot, az ingatlanok megvédését jelenti,
én javaslom, hogy igen, az adósok próbáljanak meg közösségeket szervezni, a Mi Hazánk ebben katalizátorként részt vehet, közösségként lépjenek majd fel akkor, amikor eljön ennek az ideje. Most és nem lehet megkerülni azt a kérdést, hogy miből fizessenek az adósok. Esetleg a valóban jogos, törvényes és korrekt mértékűnek tartott törlesztő részleteiket miből fizessék ki, amikor hát kis túlzással, nem szeretek ezen poénkodni, nehogy félreértsenek, mert elég rossz ízű lenne, de sokan annyit nem keresnek, főleg szűkebb hazámban, Kelet-Magyarországon, hogy gyalog a buszmegállóba kimenjenek. Engedjenek meg néhány elgondolkoztató adatot. Én magam a fővárostól 320 kilométerre láttam meg a napvilágot, tőzsökeres csengeri vagyok, szatmári származású, 20 éve Mátészalkán élek, úgyhogy az ország egyik legszebb és egyik legszegényebb, leghátrányosabb helyzetű térségének a problémáit napi szinten látom. Egy átlag Szabolcs megyei munkavállaló 140-150 ezer forintot keres nettóban, tehát jól értik 14 vagy 15 darab 20 ezerest, 10 ezerest vagy 7 darab 20 ezerest visztek haza a hónap végén, de ha lennének itt a megyebeliek, földieim, akkor lehet, hogy felkiáltanának, hogy miket beszélsz Pistát, hol az a 110 vagy 120 ezer forint, amit hazaviszünk, és a mostani élelmiszerárobbanás közepette a megélhetés egyéb költségeit, a gyermeknevelés költségeit tekintve teljesen reménytelen helyzetbe kerülnek. És Magyarországon minden ellenkező híreszteléssel ellentétben még mindig nagyon jelentős, kirívóan magas a béreket terhelő közterhek mértéke, adókedvezményekkel nem számítva 100, minden megkeresett 100, bruttó 100 forintból 66 forint 50 fillért vihet haza a munkavállaló. A vállalkozásokat terhelő adók, a társasági adót kivéve szintén magasak, szintén rendkívül magasak, és hogyha egy gazdasági társasági formációt veszünk alapul, és mondjuk abból osztalékot szeretne, nem a Gyurcsányféle részvénytársaságokról beszélünk, a kis, közepes magyar vállalkozásokról beszélek most, 32,5% kérem szépen az osztalékadó mértéke, két kedvezményes esetet nem számítva, amely két kedvezményes eset rendkívül ritka, 32,5%-kal terhelik még azt is az utolsó pillanatot, amikor a vállalkozó kivenné esetleg, és nem feltétlenül elkölteni, felélni jóléti kiadásokra, valamilyen formában lehet, hogy szeretné azt visszaforgatni a vállalkozásába, miközben munkahelyeket is fenntart. Hát amikor elszívják az adórendszer a közterhek révén rosszindulatú daganat formájában elszívják a tápanyagot a munkavállalóktól, a vállalkozásoktól, hogy a napi, a havi megélhetése alig maradt forrás, akkor hogy fizessenek ebből tisztességtelenül megemelt törlesztő részleteket, hogyan kászálódjanak ki a deviza adósságból, hogyan kászálódjanak ki az elmúlt 10-20 évig legnagyobb átveréséből, amely ne legyen önökben kétség, közös felelőssége a Fidesznek és közös felelőssége a balliberális tömnek. Lehet azon rugódozni, vagy centízni, patika mérlegen mérni, hogy kinek hány százalékkal kisebb vagy nagyobb a felelőssége, mert én is állítom, hogy 50-50, de 2001 végén mégiscsak az akkori, az első Orbán kormány rakta le ennek az alapjait. Igaz, hogy a Medgyessy Gyurcsány bajnagy időszak áradt a csúcsra, és szabadította a poklok poklát az emberekre, de valljuk be őszintén, hogy igazán hatékony jobbegyenest a bankárbűnözők megállítására a Fidesz sem adott. Tehát itt különösen erős és új értelmezés nyer az, amit mi harmadik útként az ászlongra tűztünk, és ami különösen indokolt, tehát ez, hogy se Gyurcsány, se Orbán, mind a kettőnek volt bőven ideje, több ciklusa. Még kétharmaduk is ahhoz, a balliberálisoknak is 94 és 98 között, a Fidesznek az előbb elmondottak szerint az elmúlt 12 évben belül 9 év, ahhoz, hogy bizonyítsanak. Kétharmad és feles többség is nem tudtak élni, visszaélni annál inkább a pénzzel, a hatalommal és a korrupciós csábításnak nem tudtak ellenállni, viszont gyakorlatilag olyan romokat hagynak maguk után, amelyet egy valóban jobboldali nemzeti pártnak is becsületére fog válni, eltakarítani. Természetesen mi készen állunk jó szívvel és teljes meggyőződéssel erre a feladatra is. Engedjék meg, hogy olyan számot mondjak, ami könnyű megjegyezni.
a magyarországi adóbefizetésnek 12%-át fizetik a társaságok, és 88%-át a lakosság a fogyasztáson és különböző más adónemeken keresztül. Ez konkrétan azt jelenti, hogy mindössze 588 milliárd forint az, ami társasági adóként be van tervezve jövő évre, és 540 milliárd forintot fizetünk be az Európai Uniónak az adminisztratív költségekhez való, vagy üzemeltetési költségekhez való hozzájárulás. Tehát azt jelenti, hogy olyan keveset fizetnek a társaságok adót, amennyi nekünk a költségünk az uniós csatlakozásból adódóan az adminisztratív oldalon. Összességében Magyarországon 9800 milliárd forintot fizet a lakosság, és mindössze 1360 milliárd forintot a társaságok. Úgyhogy ez a torzulás összehasonlítva más országokkal kifejezetten kirívó. Úgyhogy ezen a téren mi hazánknak bőven lesz nem csak kritizálni valója, hanem majd tenni valója, és ha eljön az ideje. Én azt javaslom, hogy próbáljanak meg önök is azon gondolkodni, hogy a társaságokkal szembeni ilyen elnéző magatartást hogyan lehet számon kérni a politikán, és mondom én, az valaki, aki 50 éve vagyok vállalkozó. Tehát az egész életemet lényegében társasági formában töltöttem. De mégis úgy érzem, hogy bizony ez egy visszaélés a családokkal és a nemzettel szemben. Láttok erre reális esélyt? Azért a bankszektornak neki menni, hát egy kicsit nagy falatnak tűnik így elsőre, nem? Tehát ebbe azért sokaknak beletört a bicskája. Mit tud tenni mondjuk egy kispárt, mondjuk a mi hazánk ezzel kapcsolatban, hogyha jó esetben bekerül a törvényhozásba a választások után? Van-e bármi reális esély ennek a megállítására, vagy mi lesz? A gondolkodást egy másik oldalról kezdeném meg. Hát egyrészt nyilvánvalóan döntő jelentősége lesz, hogy milyen felhatalmazást kapunk ez a magyar választóktól a jövő évi választásokon. És nem szeretném puffogtatni a kispénz, kisfoci, nagypénz, nagyfoci analógiáját, de szerény eredmény, szerény lehetőség, erős eredmény, sokkal több lehetőség elvéből azért ki lehet indulni. És amit most valóban reális célként kitűzhetünk, az a parlamenti küszöb megugrása, a parlamentbe való bekerülés, és a megkerülhetetlen politikai tényezővé válás. És hogyha sikerül, amely a jelenlegi erőviszonyokat tekintve egy kis szerencsével, jókapustak, jó focistának, elfő pártnak mégiscsak lehet, reméljük lesz is szerencséje, legalább egy kicsi, és a megkerülhetetlen tényezővé válás az bekövetkezik, akkor bele tudjuk kényszeríteni vagy hajszolni az adott kormányzatot abba, meg egyébként a társadalmi felháborodás is, hogy kénytelen legyen felvenni a kesztyűt a bankszektorral. Nem feltétlenül azért, mert nem tartja túl nagy falatnak a bankárokat, hanem mert bármelyik kormány akár fél éven vagy egy éven belül belebukhat, és belebukhat egy spirálszerűen, vagy futótűzszerűen terjedő válságba, hogyha több százezer családot, család ingatlanát, lakóingatlanát elárverezik, kilakoltatják őket, az olyan szintű, a rendszerváltásnak nevezett folyamat óta olyan szintű válságot indíthat el, hogy bekövetkezhet olyan, ami egyébként a volt szocialista országok közül Magyarországon még nem történt meg, talán egyedüliként, hogy az adott kormány nem fogja tudni végigvinni a következő 4 éves ciklust, mert előrehozott választásokra kerül sor. Na most lehet, hogy a bankároktól félnek bizonyos politikai szereplők, mi nem vagyunk a zsebükben. Ezt is szeretném kihangsúlyozni, hogy ki tud fellépni a korrupció ellen, aki nincs benne, aki nem érintett, akinek nincs attól félni valója, hogy a bűntársak majd felnyomják őket a hatóságok előtt. Ugyanez a logika igaz a bankárokkal szembeni fellépése is, hogyha nem vagy a zsebükben, már még nem vagyunk a zsebükben, akkor a mozgásterünk viszonylag szabad, nem tudnak minket revolverezni. Az is igaz, hogy mint a foci meccset vagy egy bajnokságot, ezt nem egy párt
néhány képviselője vagy néhány ezer fős tagsága, hanem az adott pártfaj mozgalom az érintett sok százezer vagy milliónyi magyar emberek közösen fogja tudni megvívni, akár az utcán erőt mutatva, akár egyébként a politikai bukást elkerülvén az adott kormány jobb megoldást nem fog találni, vagy más-más választás inkább nem lesz. És ha sikerült a horvátoknak, nem menjünk olyan túl messzire. Tehát a szomszéd, egyik szomszédunknak, a horvátoknak sikerült ezt a kérdést megoldani, akkor hiszem azt, hogy sikerül nekünk is, ugyanis másfelől a balkotnak is be kell látni azt, hogy egy ponton túl kizsigerelik a lakosságot, és egy durva mészállást tartanak, akkor végeredményben ők is bele fognak bukni, mert ha az egésznek egy államcsőd lesz a vége, vagy tömeges bankcsődök, akkor abban azt a bankárrendszer is meg fogja sínleni, tehát ha más nem, saját magukat is fogják félteni. Tény, hogy nem könnyű feladat. Tény, hogy talán az egyik legnehezebb feladat, vagy legnagyobb kihívás, ami a Mi Hazánk mozgalom előtt áll, de a bankok összeszámolják, és Varga István ezt meg fogja tudni szerintem erősíteni, hogy összességében mekkora hasznot realizáltak ezen az elmúlt 20 évben, vagy már jövőre azt mondjuk több mint 20 évben, akkor be fogják látni, hogy még mindig olyan búsás ereséggel zárult számukra, és akkor még az ő visszafizetési kötelezettségükről nem is beszélhetünk egyébként, hogy meghátrálásra tudjuk őket bírni, csak és kizárólag politikai és össztársadalmi erővel, másképp szép szóval néhány bágyat törvényjavaslattal valóban nem fog menni, az önmagában nagyon kevés lesz hozzá. Itt van egy elkeserítő körülmény, amit nem szeretnék hosszabban kifejteni, csak utalok rá. Nem a bankok profitja határozza meg a döntésüket. Ma a pénzrendszerben meglehetősen könnyen lehet úgymond többletet előállítani. Ebből következően azok a bonyolult társadalmi hatások nem szükségesek ahhoz, hogy a bankok profitra tegyenek szert. Sajnálatosan itt másról van szó, itt maga a cél az eladósítás volt, nem pedig a profitszerzés. Ezért ennek megfelelően kell majd a megoldást is keresnünk. Úgyhogy nem kell féltenünk a bankokat, nem lesz nekik veszteségük, más oldalról meg lesz hozzá a megfelelő eredmény. Csak egy gondolat, és nem fogom kifejteni megint. Alapvető változás várható a bankrendszerbe néhány éven belül, mondjuk 5-10 éven belül. Tetszettek hallani, mi történt a bizonyos digitális pénzzel, bitcoin, amelyiknél nagy spekulatív hatások érvényesültek föl és le. Nos, ez a digitális pénz, ez készül a dollár és a yuan helyettesítésére vagy mellett, és hogyha az létrejön, alapjaiban változik meg a bankrendszer. Ezen már komoly szakmai műhelyek dolgoznak, tehát maradjunk annyiban, hogy nekünk most a saját problémánkat úgy kell megoldanunk, hogy ne féltsük a bankokat, ők tudják, mit fognak tenni a jövőben. Igen, hát a bank, a biztosító és a politikus a három utolsó sorban, akit bárki bármikor megsajnál, de megjegyzem, hogy erre a döntő többségük rászolgált. Nagyjából záró gondolatként engedjenek meg nekem még egy felvetést, hiszen itt nagyon sokat beszéltünk, és nagyon helyes, hogy sokat beszéltünk a lakó ingatlanok kitettségéről, arról, hogy számos nagyon értékes lakó ingatlant árverezhetnek el, legkésőbb és költöztethetnek ki belőle jogos tulajdonosokat a választások utáni időszakban. És a legtöbb embernek a lakó ingatlan az egyetlen vagyona, amelyet egy életen keresztül dolgozott. Most pedig, amikor az építőipar elképesztő munkadíj és anyagár növekedésen megy keresztül, egyre inkább elérhetetlen álom lesz az a legtöbb magyar embernek, hogy egy nagyobb felújítást elvégezzen, vagy akár az alapoktól egy vadonatúj, akár kisebb alapterületű családi házat létrehozzon. De a másik, amire ezen túlmenően, tehát kiemelt védettséget kell, hogy élvezzen, vagy kiemelt foglalkozást igényen ez a témakör. De a másik, nem tudom megtagadni a bennem csörgedező paraszti véremet, én jelenleg is családi gazdaság tagja vagyok, a másik gigantikus, felbecsülhetetlen értékű vagyoni kör a külterületi ingatlanok, vagy
nemes egyszerűséggel a magyar termőföld és erdővagyon kérdésköre. Érdemes figyelő szemünket Brüsszelre vetni, ugyanis én egyre többet hallok a színfalak mögött, vagy folyosói plotykáktól azért erősebb szintekről, azzal kapcsolatban, hogy belátható időn belül Brüsszel valószínűleg kilövi a jelenlegi magyar földtörvényt, amely bizony sok esetben a földműveseknek, az életvitelszerűen gazdálkodóknak is nem kevés gondot okoz, olyan szigorú. És hogyha valóban liberalizálják a legrosszabb esetet, a legrosszabb forgatókönyvet mondom, a magyar földpiacot, magyarul megjelenhetnek a külföldiek, és ugyanúgy, mint bármi más, szabadon vásárolhatják az elképesztően értékes, éves szinten komoly érték növekedés produkáló magyar földet, művelési ágaktól függetlenül, akkor annak lehet egy örvendetes hatása, hogy még a jelenlegihez képest is sokkal többet fog érni egy hektár legelő szántó, gyümölcsös vagy éppen erdő, de sajnos lehet egy olyan hatása is, hogy ez még mindig nagyon olcsó. Ugyanúgy, mint a számunkra már megfizethetetlen fővárosi lakáspiac, az egy külföldi, egy nyugat-európai vevőnek még mindig nagyon olcsó, még mindig elég olcsó az, hogy tömegesen bevásároljon és akár szinteket, vagy egyszerre több lakást megvásároljon. Ugyanez lejátszódhat, ugyanez megtörténhet a magyar földpiacon is. És érzem, hogy ez legalább annyira a nemzetbiztonsági kérdés, az egészséges, megfelelő mennyiség és minőségű élelmiszer, és még megfizethető, mert egyre inkább megfizethetetlen, még megfizethető áru élelmiszer megtermelése, hogyha ez az utolsó stratégiai hitfőállást is elveszítjük, és hagyjuk magunk alól kivásárolni a termőföldet, na akkor végveszélybe kerül az az őshonos államalkotó nemzet, amely túlélte a tatárokat, túlélte a törököket, túlélt két világháború, triadont és oly sok mindent, éppen most egy világjárvány ránehezedő hatásait is, akkor végképp kiszolgáltatottak leszünk. Éppen ezért létfontosság olyan termőföld, a magyar termőföld védelmét garantáló, akár új földtörvény vagy új törvényi szabályok megalkotása, amely egy megkerülhetetlen tényezővé váló Mi Hazánk mozgalom nélkül elképzelhetetlen. Hát óriási felelősségünk lesz abban, hogy a 22-es választások után, főleg, hogyha a balliberálisok letalántán nyernének, meg tudjuk védeni a magyar termőföldet, hiszen kiéhezett hiénaként várakoznak arra a külföldiek, hogy a kiváló minőségű földjeinket megvásárolják, és érzem önöknek, hogy itt több millió hektárnyi, vagy legalábbis sok százezer hektárnyi föld vagyonról van szó. Arról nem beszélve, hogy a körülbelül 1 millió hektáros föld és újabb 1 millió hektáros állami, jelenleg még állami tulajdonban lévő erdővagyon privatizációjára is sor kerülhet, ugyanis a balliberálisok a különböző privatizációk verhetetlen bajnokai voltak az elmúlt 30 évben, és ez egy nagyon könnyen mobilizálható, könnyen pénzé tehető, és forintban is kifejezetten felbecsülhetetlen értékű vagyon, amit rossz szokásainak megfelelően bűnöző módon simán elkótyavetyélhetnék akár 4 év alatt, úgyhogy erre a témára is szeretném felhívni a figyelmüket. Én még visszakanyarodnék egy picit a vírusra, ugye innen indultunk, és záró kérdésként ezzel fejeznénk be. Ugye egyre több helyen lehetett olvasni, hogy most már szinte biztos, hogy nem véletlenül szabadult ki ez a vírus abból a wuhani laboratóriumból, hanem szándékosan, és ennek elképzelhető, hogy az az oka, hogy egy gazdasági újraelosztást terveztek itt az urak a háttérben. Mi a garancia arra, vagy van-e garancia arra, hogy mondjuk, ha ez nem úgy alakult, ahogy előre eltervezték, egy év múlva nem ismétlődik meg, és nem folytatódik ez egészen addig, amíg tényleg teljesen tartsra tesznek ilyen kicsi országokat, mint mi? Én azt hiszem, hogy az, ami így a világban történik, ahhoz itt, ennél az asztalnál, és önök, akik itt ülnek, és minket hallgatnak, együtt mondhatjuk, hogy nagy ráhatásunk nincsen. Egy dologra azonban van. A helyi közösségek szervezésével a sajátunk megőrzése. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az euróuniós pénzeket ma helyi közösségek szervezésén keresztül költsük magunkra, adjunk munkahelyet saját magunknak. Az otthonok felújítása, a hőszigetelés, az öntözéses gazdálkodás, az energia zöldítése, vagy akár csak gyerektáborok szervezése.
építése, ez mind uniós pénzből lehetséges. Tehát mindenhol, ahol a közösséget meg tudjuk szervezni, és az valamilyen módon feladatokat fogalmaz meg magának, ahhoz ráhívható az uniós pénz, akkor a munkabér és a kifejezett munkának az eredménye ott marad helyben. Egyúttal fejlődünk, másrészt pedig őrizzük a nemzeti vagyont. Én arra szeretnék mindenkit buzdítani, fogjunk hozzá a helyi közösségek szervezéséhez, és nem is kell feltétlenül a Mi Hazánk zászlóját feltenni. Elég, hogyha az emberek tudják, hogy a Mi Hazánk is ott van köztük, és ott van velük együtt. A lényeg az, hogy cselekvővé váljunk, ne csak a politikára figyeljünk, hanem mindennapi tettekkel őrizzünk a hazát. A világon semmi garancia nincsen arra, hogy nem lesz esetleg egy negyedik vagy sokadik hullám, tehát szerintem arra sem orvos, sem virológus szakember, sem politikus, legalábbis felelősen gondolkodó politikus nem tud garanciát adni, hogy mi következik időn ősszel, vagy következő télen. Reméljük a legjobbakat, de e tekintetben teljes a bizonytalanság. Ugyanakkor teljesen egyet kell értenem Varga Istvánnal, nem azon kell siránkoznunk, amire viszonylag kevés csekély ráhatásunk van, hanem azzal foglalkozzunk, amit tehetünk az egyéni és a közösségi, ahogy tetszik, önvédelem, gazdaság önvédelem, mert nevezhetjük így is, érdekében. És egyfajta, én ezt vettem ki a szavaiból, így fordítom le magamnak, magyarra, egyfajta belső fogyasztási rendszer kialakítása lehet a cél, amely viszont az a jó ér, hogy alapvetően rajtuk múlik. Tehát bizonyos mértékben meg kell haladni rossz beidegződéseket, becsípődéseket, adott esetben közösségen belüli konfliktusokat magunk mögött kell hagyni, annak érdekében, hogy a közös túlélésünket tudjuk segíteni. Sem véletlenül fejezem be, vagy legalábbis szánom záró gondolatnak azt, amit az előbb a termőföldvédelem, a magyar földvédelem érdekében megkezdtem, hiszen pontosan az elmúlt időszak világított rá arra, főleg a különösen ijesztő tavaly-tavaszi időszak, hogy amikor lecsupaszodik minden, amikor kényszerűen be kell, hogy zárkózzunk, amikor egyik napra a másikra megváltozik az életünk, akkor hirtelen átalakul a fontossági sorrend, és nem az lesz a fontos, hogy hol megyünk szórakozni, mert nem is nagyon mehetünk sehová, meg mit fogunk, milyen ruhát fogunk felvenni, meg hova fogunk menni esetleg nyaralni, vagy hol töltjük a szabadidőnket, hanem az az alapvető kérdés, hogy legyen egészséges ivóvizünk, legyen mit enni, ne haljunk éhen, és legyen mivel fűteni, vagyis télen ne fagyjunk meg. Tehát kicsit visszamegyünk az időben, és talán ebből érdemes azokat a tapasztalatokat leszűrni, amit a modern, a társadalmat, a közösségeinket atomjaira ziláló, szakító digitális világ előidézett, hogy érdemes visszatalálni kicsit a természethez, a zöld környezethez, és érdemes elgondolkodnunk egyéni és közösségi szinteken is, és érdemes az önzést elfelejtenünk, és érdemes összefognunk, mint hogy nem is érdemes, nem lesz más választás. Ha tetszik, hanem össze kell fognunk annak érdekében, hogy egy ilyen időszakot túl tudjunk élni, mert felfoghatjuk az elmúlt másfél évet akár egy próbaüzemnek is, egy tesztüzemnek, amit tőlünk sokkal nagyobb hatalommal bíró emberek futtattak le rajtunk, a társadalmainkon, közösségeinken, és ebből a lehető legjobb következtetéseket kell levonnunk, felkészülni, akár egy negyedik hullámra, akár, ne adj Isten, arra a fenyegetésre, ami korábban elhangzott, hogy a járványok korszakát fogjuk élni, ugye gyakran hallottuk, ebből nekem az következik nyelvtani értelmezéssel, hogy lehet, hogy lesznek majd másfajta vírusok, vagy lesznek másfajta baktériumok, amelyek hasonló, vagy esetleg ennél nagyobb pusztítást és problémákat idéznek elő. Viszont most már rendelkezünk tapasztalatokkal arról, hogy egy ilyen helyzetet egyén és közösségi szinten hogy kell kezelni. Látjuk azt, hogy az államnak mennyire korlátozott a tényleges cselekvési szándéka és akarata, és a propagandát leszámítva nem jeleskednek a válságkezelésben. Alapvetően magunkra, egymásra számíthatunk, ebből kell tehát kiindulni. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen a figyelmet, Varga Istvánt és Apáti Istvánt hallották a Fekete István Szabad Egyetem előadása keretében. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen a figyelmet!